Idén 50 éves a Rubik kocka. Ennek kapcsán a Pápai Játékfesztivál szombatján a színház épületben Török Ágoston Rubik kocka youtuber versenyző volt a vendég. A témában az ő videó megosztó csatornája a vezető, őt említik leggyakrabban, amikor akár kezdőkről, akár haladókról esik szó. Mikor kapta az első Rubik kockáját? Én 16 évesen kezdtem el Rubik kockázni, tehát így igazából már elég idősnek számítottam, amikor ebbe belevágtam. Amikor én láttam egy videót arról, hogy valaki nagyon gyorsan kirak egy Rubik kockát, akkor azon úgy voltam vele, hogy na jó, én ebben versenyző akarok lenni, kész. Tehát hogy én ezt mindenképp megtanulom, tehát olyan szinten tetszett, hogy így azonnal lelkesedéssel vágtam bele. Mi kell hozzá, hogy valaki ebben sikeres legyen? Azt mondanám, hogy eleinte előny, hogyha valakinek jó a memóriája, a kézügyessége, a térorientációs képessége, finom motorikus mozgás, de alapvetően ahhoz, hogy valaki kezdőszinten megtanulja a kockát, ahhoz csak egy jó tanár kell. Tehát, hogy azt egy 2-3 óra alatt kezdőszinten meg lehet tanulni, de hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy valaki jó Rubik kocka versenyző legyen, és ott legyen az élmezőnyben, ahhoz azért nem árt elkezdeni 8-9 éves korban, emellett rengeteg gyakorlás, napi 3-4 óra, rengeteg tanulás és több év belefektetett idő és kitartás kell ahhoz, hogy valaki igazán jó versenyzővé váljon. A versenyző a civil életben pszichológusként dolgozik. Mint mondja, mind a Rubik kocka, mind a pszichológia esetében a lényeg a probléma megoldás. Olyan egyszerűnek tűnik, de mégis egy nagyon komplex játék, ami nagyon könnyen tud egyébként flow élményt kialakítani. Tehát nagyon el lehet mélyülni benne, hogyha valaki már nem teljesen kezdő benne, hanem hogyha úgy igazán megtanulja. De egyébként ne érezze magát rosszul amiatt, mert magától nem rakta ki, mert ez szinte senkinek nem megy. Tehát ezt nem szokták sokan tudni, de hogy alapvetően az, hogy valaki tényleg magától kitalálja, hogy kell kirakni a Rubik kockát, ahhoz hónapokig kell dolgozni rajta, és közben még emellett egy nagyon magas intelligencia is szükséges. Tehát nagyon más dolog az, hogyha megtanítják az embert, hogy van valami a szisztéma, ami alapján megtanulja, arra szinte mindenki képes. De az, hogy magától találja ki valaki, ahhoz fel kell találni egy metódust, és ezt nagyon kevesen képesek rá. Ilyen 3 magyar embert láttam csak, aki tényleg magától rakta ki a Rubik kockát. Önnek saját metódusa van? Nem. Én azt gondolom, hogy sosem tudtam volna magamtól kitalálni a Rubik kockát szintén. Én az úgynevezett Friedrich metódust használom, ami így a verseny Rubik kockázók között az egyik leggyakrabban használt szisztéma. A délután folyamán számos tehetséges és ügyes fiatallal találkozott. Van itt 2 gyerek is, akik elképesztően ügyesek, tehát hogy már 20-25 másodperc alatt a másik fiú pedig hozzám hasonló, vagy egy kicsit lassabb volt, mint én, de csak ilyen 14-15 másodperc alatt, mert ő is ki tudja rakni a Rubik kockát, tehát nagyon-nagyon ügyesek néhányan. Önnek mi a rekord ideje? Otthon 7,5 másodperc, de versenyen, és igazából azt számít, hogy versenyen micsoda, versenyen majdnem 10 pontosan, tehát 10,11 század másodpercnél vagyok. És akkor ez már a pszichológia része, hogy mi adja a különbséget? Igen, sajnos van egy óriási versenydruk a hivatalos versenyeken, meg ott ugye csak néhány kirakásunk lehet, és azon a néhány kirakáson kell tudni teljesíteni. Még otthon kirakatom több ezerszer, tehát nyilván akkor abból valamelyik jobban fog sikerülni. Zsenkó Dániel 4 éve ismerkedett meg a Rubik kockával. Mit szeretsz benne? Az, hogy fejleszti a logikánkat, meg a reflexünket is. Mennyit gyakorolsz naponta? Nagyon ügyes vagy. Nagyon sokszor, ilyen 2 órákat beleszállnak. A sok gyakorlásnak bizonyára meg lesz majd az eredménye, szeretne magyar bajnok lenni. És te hogyan tanultad meg kirakni a Rubik kockát? Először a fehér kereszt, aztán beszhelyezzük a sarkokat, aztán megcsináljuk így ezt a 2 sort, aztán a sárga keresztet, aztán meg ezeket a sarkokat behelyezzük, aztán itt a végét. Ezt a honnan tanultad ezt a módszert? Videóról néztem. Mennyi idő alatt sajátítottad el? Pár hónap.
Török Ágoston bemutatót is tartott, majd gyakorlati tanácsokkal látta el az érdeklődőket. Elsődlegesen szerintem ez arra jó, hogy népszerűsíteni, meg kedvet csinálni. Tehát nálam is ez úgy indult, hogy megláttam, hogy valaki erre képes, és akkor úgy ráálltam, hogy jó, akkor én ezt meg akarom tanulni. És ezt nem is lehet máshogyan, tehát erre időt kell fordítani, hónapokat, akár éveket, hogyha valakinek nagyon tetszik, hogy igazán ügyes legyen benne, de aztán nagyon megéri. Tehát tényleg nagyon sokat tudja fejleszteni a gondolkodást is, reflexeket is, és nagyon jól el lehet vele lenni, hogyha az ember úgy elmélyül benne igazán.